Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben! Én Reháker Andrá vagyok, és mindenkinek nagyon köszönöm, aki hallgatja a felvételeimet, aki támogat, akár kommentekkel, építő kritikával, vagy máshogy. Nagyon hálás vagyok azért, hogy figyelmet fordítanak arra, hogy meghallgassanak, és ez azért nagy alázatra is késztet engem, hogy, hogy vannak olyanok, akik kíváncsiak a véleményemre, és ezért boldog is vagyok. Ha gondolkodásra tudom késztetni Önöket, akkor már megérte megcsinálni ezeket a videókat. Minden esetre a mai az egy eléggé nehéz téma lesz, és többször is neki futottam ennek a felvételnek, mert olyan hihetetlenül nehéz téma, meg nagyon-nagyon fontos is szerintem, hogy kicsit tanácstalan voltam, hogy hogyan is fogjam meg. Ugye a hétvégén szoktuk nézegetni együtt a híreket is otthon, és a Resetudéjén találtam egy olyat, ami igazából csak úgy mellékesen megjelent, de szerintem az oroszok is azért foglalkoznak vele, mert hogy érzékelhető, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Ez pedig arról szólt, hogy egy csikágói állami iskola körzetben az éves jelentés azt kimutatta, hogy a gyermek molesztálási ügyek 300-ról 600-ra növekedtek 2022-ben. És alapvetően ugye itt nagyon-nagyon sok kérdés merül fel az emberben, Egyrészt, mit jelent az, hogy gyermekmolesztálási ügy, vajon hogyan lehet ezt elképzelni, és az, hogy létezik, hogy megduplázódik a számuk, annak ellenére, hogy mindenki tudja, aki abban az iskolában vagy iskolakörzetben dolgozik, hogy ezt vizsgálják, mert ugye felállítottak 2021-ben egy olyan panelt, tehát van egy testület, amely arra hivatott, és azzal foglalkozik, hogy ezeket az ügyeket egyessével kivizsgálja, és aztán lépéseket tesznek az áldozatok érdekében, meg a megoldás érdekében. Na most, akár el is hessegethetnénk ezt a dolgot, hogy mit érdekel minket egy csikágói iskola körzet, de az a helyzet, hogy szerintem ez egy nagyon ijesztő tendenciát vetít előre. Tehát az, hogy egy vizsgált területen, ahol egyébként ez egy törvényellenes dolog, ami történik, mert ugye a kiskorúakkal a szexuális kapcsolat megélése az Amerikában még mindig törvényellenes. Tehát ott vannak olyan törvények, amelyek egyébként komoly büntetéseket szabnak ki egy ilyen ügyben. Ennek ellenére egyre nyíltabban folynak ezek a dolgok, és nem is az, hogy valamennyire visszaesik ezeknek a száma, a 300 is riasztóan sok, mert ha azt nézzük, a gyerek nincsen 300 napot az iskolában egy évben. Tehát azért van szünet, vannak hétvégék, van nyári szünet talán lehet azt is mondani, hogy napi kettő, és akkor ez egyetlen egy év alatt a duplájára nő, az egyértelműen azt jelenti, hogy ezek a dolgok egyáltalán nem kerültek abba a kategóriába, hogy ezek problémát okoznának. Nyilvánvaló, hogy a panel az felülvizsgálja, meg, meg lépéseket tesznek, hogy jóvá tegyenek dolgokat, meg ugye a szülők felháborodnak, és így tovább, tehát van egy csomó ügy, de a résztvevők részéről ez úgy tűnik, hogy egyáltalán nem egy elriasztó dolog, hogy van ez a, van ez a vizsgálat. És vajon miért lehet az, hogy a pedofília az ennyire durván növekszik, és hogy hihetetlen módon egyre jobban kilépnek ők is a nyilvánosság elé. Ugye ennek több oka is lehet, egyrészt ugye kereshetjük abban, hogy Chicago az eléggé demokratikus, ami azt jelenti ebben az értelemben, hogy szélső baloldali vezetése van, tehát ha visszaemlékeznek, voltak Csikágóban különböző Black Lives Matter ügyek is, meg ugye színesbőrű hölgy a polgármester, és elég ijesztő is, tehát úgy néz ki, mintha már mit tudom én 15 éve nem aludt volna egy pillanatot sem, és azért ő személyes támadásnak vesz mindenféle kritikát, tehát azt lehet mondani, hogy igenis eléggé szélsőségesen szélső baloldali vezetése van Csikágónak, ami azt jelenti, hogy ez azért így lesugárzik a testületeknek a többi részére is, amelyeket a város üzemeltet, vagy mondjuk ebbe a rendszerbe beletartoznak, és az egyértelműen azt is mutatja, hogy mondjuk az ilyen jellegű szexuális problémákkal kapcsolatban lehet, hogy nem születnek annyira súlyos ítéletek, akár a bíróságon sem, mert hogy ez a vók ideológia, ez hihetetlenül láthatja már a közszférát is. Ugye látjuk Biden maga mellé vesz transzneműeket, mindenhol egyértelműen támogatva vannak a transzneműek a természetes nemek rovására a legtöbbször, és ugye a homoszexualitás az már szinte egy ilyen teljesen átlagos dolognak számít, tehát ha az ember megütközik azon, hogy valaki homoszexuálisok, az már nem is annyira szalonképes, tehát azt már megszokatták velünk, most már kezdjük megszokni ezt a transznemű témát is, főleg úgy, hogy egyre nagyobb létszámban érintettek az égeneráción, e meg az utána következő generáción belül a gyerekek. Tehát ez egy olyan probléma, amivel folyamatosan foglalkozni kell, főleg az Egyesült Államokban. És akkor, ahogy a feminizmusnak a farvizén megérkeztek a homoszexuálisak, a transzneműek, és így tovább, most megérkeznek a pedofilok is. Mert ugye milyen különbség van abban, hogy ha két férfi élhet együtt házasságban, akkor vajon miért kell az, hogyha két férfi együtt van, hogy ott ilyen korhatárok legyenek? Miért nem lehet mondjuk 12 éves kortól kezdve a zsidóknál? A 12 éves kor az már, az már, a felnőttségnek a jele, amikor megvan a bármit szó, akkor onnantól már az, az, a családi üzletben már a gyerek vállalhat pozíciót. Tehát ott már mondhatjuk, hogy ez egy felnőtt, meg a saját döntéseiért felelősséget kell vállalni, és így tovább. És akkor a végén mi van akkor, hogy ha már a 12 éves kor is eléggé lent van, azt mondjuk, hogy el nem kell ide életkori korlát, hanem hogyha egyetértés van, és senki sem érzi ezt erőszaknak, akkor miért nem lehet megtenni? És az az igazság, hogy addig etetnek bennünket ezekkel a vóg dolgokkal, most még megütközést kelt bennünk, mert nekem is ez gyomorforgató téma, azért is ilyen hihetetlenül nehéz megfogni. De egy idő után ez egy, hogyha minél többet látjuk, meg, meg ez egy elfogadott dologgá kezd válni, akkor onnantól kezdve akármit meg lehet csinálni. És akkor ugye ez a téma, ez újra meg újra felbukkan, és én azért rendszeresen a hetek miatt is, az újságírói pályám miatt is eléggé sokszor vagyok kénytelen foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és lehet látni, hogy alkalomattán a rendőrség mindenféle hatalmas erőfeszítések árán, meg civil kezdeményezések segítségével leleplez valami pedofil hálózatot, de hát ez körülbelül olyan, mint a hétfejű sárkány, vagy mint a hidra, hogy az ember levágja az egyik fejét, és akkor hirtelen nő a helyébe három másik. Tehát semmi nem szűnik meg azzal, hogy mondjuk egy hálózatot lefülelnek. Olyankor mindig rácsodálkozunk, hogy milyen emberek vannak a felhasználók között, vagy mondjuk volt nálunk is itt a nagykövet, akinek a gépén megtalálták azokat a gyermekpornó felvételeket, hát az a helyzet, hogy ott is óriási megütközést kell, tehát meg a mai napig kiabálják rá a Fideszre, teljes joggal egyébként, és ezeket a dolgokat ugye most még nem tudjuk, vagy még nem fogadjuk el, de nagyon úgy tűnik, hogy már arra készülnek, hogy ez is úgymond szalonképessé fog válni és akkor megkerestem azoknak a szervezeteknek a helyét, meg úgy nagyjából a listáját, amelyek a pedofilokat támogatják, és amelyek azon dolgoznak aktívan, hogy például ez a beleegyezési korhatár ez ne létezzen egyáltalán, vagy ha létezik, akkor mondjuk legyen 10-12 év körül, hogy a kisfiúkkal is lehessen már a szexuális kapcsolatot létesíteni. És azt állapítottam meg, hogy igenis létezik egy csomó ilyen pedofilokat Támogató meg pedofil ügyet elősegítő szervezet, és meg fognak lepődni, sehol máshol nincsenek bejegyezve ilyen civil szervezetek, csak a nyugati civilizációnak az országaiban. Mondjuk Ausztráliában, amely egyébként kultúrkörben ugyanúgy oda tartozik, Belgiumban, Kanadában, Dániában, Franciaországban, Németországban egy egész sor van ilyen, Olaszországban, Hollandiában, ahol párt is létezik, tehát egy pedofil párt is van, ami 2020-ban újraindult, Norvégiában, Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Tehát el lehet mondani, hogy azok, akik mindenféle erkölcsi meg egyéb dolgokat próbálnak ránk erőltetni, azok megtűrik maguk között azokat a szervezeteket, amelyek nyíltan arra úszítanak, hogy fiatalokkal, meg gyerekekkel szexuális kapcsolatot lehessen létesíteni. És akkor itt visszatérek újra a veszőparipámra, hogy egy fiatal nem tud ilyen kérdésekben egyértelműen döntést hozni, úgy, hogy azért ő saját maga felelősséget tudjon vállalni, hanem egy gyerek minél kisebb, annál jobban ki van szolgáltatva a környezetében levő felnőtteknek. És ugye, még annak idején a hetekben pedzegettük mi is ezt a témát sokszor, és rábukkantunk egy olyan dokumentumfilmre, ami nem annyira volt propagálva, sőt, a Vimeo videó megosztón talán kilenc napig volt elérhető, 2014-ben készült egyébként, az a címe, hogy An Open Secret, tehát egy nyílt titok, ez egy Egyesült Államokban készült dokumentumfilm, egy Amy J. Berg nevű rendezőnő készítette, és ez egyértelműen arról szól, hogy hogyan épül rá Hollywoodban a gyerek színészekre, meg a modellekre egy ilyen teljesen mindent átszövő pedofil hálózat. És hát akkor ugye már érthetjük, hogy miért nem propagálták egyáltalán, és hogy miért csak ilyen, tehát azok tudják csak, hogy létezik, akik annak idején véletlenül rátaláltak, mert ugye a, a marketingét is mindenhol próbálták egy az egybe ellehetetleníteni, hogy nehogy kiderüljön. Ha az ember egyébként rákeres, akkor meg lehet találni, tehát van egy weboldal, amelyen dokumentumfilmek vannak fent, és ott ezt el lehet érni teljes terjedelemben, másfél óra, nagyjából egy óra, 38 perc, és hát az a helyzet, hogy, hogy igenis fel kell kötni az alsó neműt, hogyha az ember meg akarja nézni. Én annak idején azért néztem meg, mert írtam róla cikket a hetekben, és akkor is iszonyatosan megdöbbentem azon, hogy azok a szülők, akik beviszik Hollywoodba a gyerekeiket teljesen gyanútlanul, azok egy hihetetlenül gonosz pedofil hálózatnak teszik ki ezeket a gyerekeket, és vannak olyan menedzserek, meg olyan ügynökök, akik egyébként elméletileg arra vannak, hogy a gyereknek a karrierjét elősegítsék, tehát ezekkel le lehet szerződni, és hogy a, a szülők még fizetnek is ezeknek az embereknek, és ezek szerzik a munkát a gyerekeknek, de lényegében kb. az történik, amiről a MeToo mozgalom is szólt, hogy beviszik a gyerekeket a rendezők elé, azok meg válogatnak, és aztán hogy ezeket a gyerekeket elviszik mindenféle partira, meg folyamatosan foglalkoztatják őket, a szülők meg örülnek, de közben a gyereket, aki nem tudja, hogy miről van szó, mert mondjuk 5-6-7 éves, ezek a, ezek a férfiak, ezek szexuálisan molesztálják, vagy nők akár, mert sajnos a nőket sem lehet kihagyni ebből, a, ebből az egészből lehet, hogy nem annyira elterjedt a nők körében, de, de az az igazság, hogy amikor a nők válnak pszichopatával, az mindig sokkal durvább, mint a férfiaknál. Tehát kegyetlenebbek a nők, mint a férfiak sajnos, amikor elveszítik ezeket a kontrollokat. És az ember megdöbben, de ezeket meg el lehet, tehát simán úgy el lehet tusolni a végén, mert amikor lebukik egy pedofil hálózat, tehát akár Németországban, akár máshol, akkor mindig kiderül, hogy a társadalmi életnek az összes magas régiójában jelen vannak ezek az emberek. Tehát akár iskolai igazgató, orvos, jó nevű ügyvéd, vagy akár bíró, itt ebben az esetben ennél a filmnél, hollywoodi filmrendezők, akik egyébként nyíltan homoszexuálisak, de úgy tűnik, hogy az már nem elég jó, hanem minél fiatalabbak a fiúk, annál jobb. És hát igen, gyomorforgató belegondolni, és én ezért tartom borzasztóan felelőtlennek azokat a szülőket, akik ilyen helyekre beviszik az oroszlán barlangba lényegében a gyerekeiket, csak azért, hogy könnyebb legyen a gyereknek. Mert én nem gondolom, hogy lehet, hogy egy gyerek mondjuk szeretne énekes lenni, de mivel az ember tudja, hogy mi van ezen a, ezen a piacon, a legtöbb esetben nem jó ezt a gyerekben tovább erősíteni, hanem hogyha van tehetsége, az ki fog jönni, de azért úgy kell felkészíteni az életre, hogy legyen neki értelmes foglalkozása is, hogy amihez vissza lehet aztán menni, hogyha véletlenül nem futna be. Mert azért telítve van a piac, ezt lehet látni elég rendesen. És akkor ki vannak szolgáltatva, nem tudnak ebben döntést hozni, és de sul úgy vannak manipulálva, hogy ezek, ezek a pedofilok fenyegetik őket. Tehát, hogyha történik valami, itt az ebben a filmben az összes megszólaló elmondja, hogy azzal fenyegetőztek azok, akik bántották őket, hogy ha elmondják bárkinek, akkor megölik a családjukban a, mondjuk az anyukájukat, vagy valami olyan dolgot tesznek, ami árt a, a, szer, a gyerek szeretteinek, és ezért a gyerek minden eszközzel titokban tartotta ezeket a dolgokat, és akkor így történhet meg hogy akár évtizedeken keresztül is fennállhat egy ilyen kapcsolat, mindaddig, amíg meg nem nő olyan mértékben az a gyerek, hogy már nem vonzó a ragadozó számára. És ugye tudjuk az egyházban is, tehát a katolikus egyház az rendszeresen ilyen botrányoktól hangos. Szóval ne legyenek illúzióink, és amikor már egy iskola körzet, ahol egyébként a gyerek nálunk például 8-tól 4-ig ott kell, hogy legyen az iskolában, tehát ki van szolgáltatva, nem is tudjuk, hogy mi zajlik ott bent a legtöbbször, a Covid alatt be se engedtek minket az épületbe, akkor ha ilyen hírek jönnek, hogy 600 ügy van egyetlen egy év alatt egy iskola körzetben, akkor az azért minden esetre legalábbis aggodalomra adjon okot mindenki számára. És ugye vannak ezek a nagy rendőri felvonulások, amikor lebuktatnak különböző pedofil szervezeteket. Például ebben az Open Secretben is lebuktak, vagy legalábbis egy része a hálózatnak lebukott. Mert ugye itt is úgy működik, hogy van egy kis hal, aki általában a felhajtó, tehát aki megkeresi, meg felvonultatja a gyerekeket, és mondjuk ez lebukik, mert hogy ő van a leginkább kapcsolatban azokkal, akik a gyerekkér felelősek, akkor ez együttműködik a hatóságokkal, ami azt jelenti, hogy minden információt idézőjelbe a mindent, rendelkezésére bocsát a nyomozó hatóságnak, és akkor ott nincsen szükség rá, hogy tovább menjenek ezen a területen. Tehát az igazi nagy halak, azok soha nem buknak le. És ugye lehet látni pontosan a felhasználóknak a számából, hogy mindenhol ott vannak. És ez mivel most már úgymond szalonképes, tehát egyre inkább szalonképes mindenféle aberrált viselkedés, ezért el lehet mondani, hogy előbb-utóbb ezek is színre fognak lépni. És akkor eldönthetjük, hogy elengedjük -e egyedül a gyerekünket az iskolába. És egyébként én most itt elnézést kérek mindenkitől, aki magára veszi, ne vegyék magukra, hanem egyszerűen azt szeretném csak előrevetíteni, hogy ami az Egyesült Államokban megy, az 5-10 kötőjel 10 éven belül megjelenik mindenhol. És hogyha megnézzük a pedofilokat támogató szervezetek listáját, hogy hol vannak, Németország, Hollandia, Olaszország, az egész skandináv térség, akkor már elmondhatjuk, hogy ez nem majd be fog gyűrűzni, hanem ez már itt van. És ne gondoljuk, pontosan emiatt a nagykövet miatt mondom, aki lebukott itt nálunk, hogy ne gondoljuk, hogy a mi ország határainknál ezek a dolgok megállnak. Ugye az internet mindenki számára elérhetővé tesz egy csomó mindent. A darkneten ott meg nem is nagyon tudjuk, hogy mi zajlik, mert az eleve úgy van megkreálva, hogy mindent lehessen csinálni a nélkül, hogy lenyomozható legyen, vagy nagyon nehéz legyen lenyomozni. És a legtöbb pedofil hálózat az ezeken a helyeken működik, mert ennek pontosan az a lényege, hogy úgy kell az egészet intézni, hogy nehogy lebukjanak. De ha lebuknak, akkor valaki magára vállalja, és akkor szépen befejezik a nyomozást. És lehet egyébként, hogy a rendőrségen belül is nagyon felső körökből leszólnak, hogy engedjétek ezt el, mert nem érdemes ezen tovább menni, mert már úgyis megvan a tettes. És akkor azt is ráadásul ugye ebből az Open Secretből is kiderül, hogy nem is a köztörvényesek közé teszik, mert ott legalább megkapná a büntetését. Tehát ugye a gyerekbántalmazókat, meg az anyagyilkosokat a börtönben egy az egybe teljesen, hát a jobb esetben nem ölik meg, de azoknak külön bán, elbánás van elkülönítve, hanem ráadásul még, amikor börtönbe kerülnek ezek a lebukott felbújtók, vagy, vagy ezek a felhajtók, inkább így mondom, külön olyan védőt, védett környezetben vannak a börtönben is, hogy ezt az egy-két évet, amit kapnak, az simán letöltik, és aztán utána mehetnek vissza, és ugyanazt csinálják utána, mint amit előtte. Tehát ez is hihetetlen képmutatás van ezen a területen. És szerintem igenis nagyon érdemes figyelni rá. És legyünk a gyerekkel olyan kapcsolatban, hogyha látjuk rajta, hogy valami nem működik jól, vagy valami zavarja, vagy mondjuk fél, mert ezeket fel lehet ismerni akkor igenis legyen bennünk annyi, hogy minél inkább, tehát minél jobban odafigyelünk rá, és beszélünk vele, és hát az az igazság, hogy, hogy akármilyen szép, meg akármilyen szépen énekel, én biztos, hogy nem vinném az én gyerekemet ilyen helyre. Pontosan emiatt, amiket látok így az újságírói munkám révén, a legtávolabb vinném, ahogy csak lehet, a legtávolabb tartanám ezektől a helyektől. Majd amikor nagykorú lesz, úgyis elmehet ilyen helyekre a saját döntéséből, de ott már fel tudja ismerni, meg ráadásul a pedofilok már a felnőtteket egyáltalán nem célozzák. Szóval elnézést kérek, hogyha valakinek megzavartam a lelki nyugalmát, pontosan ez volt a célom ezzel, mert ennek ezzel szemben fel kell, hogy lépjünk, ezt nem hagyhatjuk, hogy ez szalonképessé váljon. És nem csak azért, mert én keresztény vagyok, és ezt tiltja a Biblia, hanem egyszerűen, ha valakinek van gyereke, akkor az most képzelje el, hogy ezt a védtelen gyereket egy idegen felnőtt bántja hát ha nem gurul dübe rögtön, akkor azt is át kellene gondolni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és fogok jelentkezni a nap hírével továbbra is minden nap, és addig is vigyázzanak magukra. Legyen nagyon szép napjuk. Én elbúcsúzom már a viszonthallásra.